50 éve a színpad az életük, megőrülnek értük a rajongók, fiatalok és idősek is az ő slágereikre tombolnak. De mi a titka a Korda házaspárnak? Balázs Klári most megmutatta, hogy hogyan tud kikapcsolni akkor, amikor épp nem rajongók ezrei előtt énekel a színpadon. Speciális kezelésekre jár. Mi is ott voltunk. Íme. Rengeteg koncert, hetente akár több száz kilométer utazás, és még mindig nincs leállás. Balázs Klári és Korda György több évtizede van a pályán, a titkuk pedig nem más, mint a szakma szeretete. No meg persze az én idő, amit azon a pár szabad napon töltenek, ami a sok munka mellett megadatik. Nagyon örülünk neki, hogy ezeken a nagy fesztiválokon részt vehetünk, és az is egyfajta töltődés, tehát ott ezeken a fesztiválokon túlnyomó részt fiatalok vannak. A nagyvárosi fesztiválokon pedig azt vettük észre, hogy amikor lenézünk a nézőtérre, minden generáció ott van. Erre viszont nagyon büszkék vagyunk, mert azért ez eléggé példa nélküli. Hát ugye a Gyuri 66. éve van a pályán, én 45-46. Ezért is döntött úgy az énekesnő, hogy most egy frissítő kezelésen vesz részt, ugyanis ezt nem csak, hogy minden nő szereti, bizony látványos eredményei is vannak. Először is úgy kezdjük, hogy a bőrt alaposabban meg fogjuk tisztítani. Az első és egyik legfontosabb lépés ugyanis, hogy tiszta bőrön csinálják a kezeléseket. De pontosan milyen kezelésre számíthat Klárika? Megalkottuk a Best of Me kezelés csomagunkat. Ezt pontosan azért találtam ki, hogy az olyan paciensek, emberek, mint például Klárika is, akinek nagyon kevés ideje van, szerencsére, mert hát ugye tele van fellépésekkel, nincsen arra ideje, hogy mondjuk heti rendszeressége eljöjjön egy hosszabb kezelés sorozatra, de mégis szeretne olyan kezelésen részt venni, ami látványos változást, javulást is tud eredményezni, kényeztető kezelésnek is betudható, hiszen vágynak arra az emberek, hogy a rohanó világban egy picit megpihenjenek, és olyan látványos kezeléseken vegyenek részt, amelyek nem járnak fájdalommal. Közben Klárika arca megtisztult, úgyhogy jöjjön is a további 8 részből álló kezeléscsomag. Most a rádiófrekvencia és ultrahang segítségével Klárinak kollagént fogunk stimulálni a bőrébe. Ez egy ilyen kis kellemes melegérzéssel fog járni. Stimuláljuk a kollagén és elasztin sejtjeinket. Ugyanis a sok éjszakázás, a rengeteg hajnali hazaérkezés igazán fárasztó, főleg a nyári időszakban. Ez ugyanis a szezon. Klári szerint ez látszik is néha az arcán, ám ezek a kezelések rögtön látványos eredményeket érnek el. Bizony elég sűrű, ugye elkezdődött május 4-én a Budapest Parkkal, ami egy nagyon hosszas és kemény előkészületet igényelt, hát nem csak szakmailag, hanem külsőleg is, úgyhogy akkor is eljöttem egy ilyen kényeztető, frissítő kezelésre. Én ezeknek a híve vagyok, tehát hogy inkább ezt veszem igénybe, mert hogyha majd egyszer 100 éves leszek, akkor is még megismerik az arcomat. A több órás kezelés sorozatban a méregtelenítés is szerepet játszik, és ilyenkor beindulnak a különböző anyagcsere folyamatok is. Most egy nagyon relaxáló, kellemes, vákumos nyirokmasszázs fog következni, stimuláljuk a vérkeringés, nyirokkeringést, ezáltal tud mélyebbről véregteleníteni a bőr. Sőt, ilyen hatóanyagot is bejutatnak a bőrbe, hogy még látványosabb legyen a végeredmény. Na mesélj, milyen a kezelés, hogy nagyon érzed magad? Finom. Finom, jól esik? Még a felénél vagytok, jól látom körülbelül. Igen? Igen. Húha. Igen. Nagyon sok jó akkor dolog. Akkor lehet, hogy tényleg el fogok aludni. Igen. Igyekeztünk olyan tisztára érzed magad. Klári, most egy ilyen kis kollagén papírt fogsz kapni. Igen. A szemkörnyéked alá. Különböző hatóanyag komplexumú készítménnyel fogom ezt átitatni, és revitalizáljuk a szemkörnyékedet. Jó? A 9 lépésből álló kezeléssorozat felér egy több alkalmas bérlettel is, ugyanis annyi mindent kap az arcbőr, hogy jó ideig nem kell újra kezelésre menni. Egymásra építkezünk, ezért ezek a kezelések egymást építik, egymást hatását tudják generálni, fokozni, hatványozni, ezért már egy alkalommal egy igen látványos, akár egy
egy hatalkalmas kezeléssorozat eredményét is tudják produkálni egy lépésben, így akár elég mondjuk egy nyári időszak alatt egyszer eljönni egy ilyen korolni vele. A 3 órás kezelést végül egy hideg vasaló módszerrel zárják, ettől a szemkörnyék feszesebbé és pihentebbé válik, ami Klárikának is fontos, hiszen még vége sincs az idei szezonnak, már a jövő évire készülnek. A jövő évre már nagyon sok érdekes megkeresés van, nagy csarnokok, tehát Papp László Sportaréna, MVM csarnok, hát nem tudom, ezek még embrionális állapotban vannak. Most kezdünk róla beszélgetni, hogy most ezt elvállaljuk, ne vállaljuk, mit csináljunk. Tehát mi nem vagyunk tele önbizalommal, hát az, hogy ha 10-15 ezer ember van a nézőtéren, attól mi még nem érezzük azt, hogy nekünk ilyen nagy helyekre kell menni. Vagyis testileg és lelkileg is kemény hónapok elé néz a kordaházas pár, de addig is Klárika mindent megtesz azért, hogy a lehető legjobban nézzen ki a színpadon.